Such a privilege and honor to be here today. Nagy nagy kiváltság és tiszt megtiszteltetés, és hogy itt lehetek. Szeretlek, I love you. This is the first time I'm in Hungary. Először vagyok Magyarországon. And I know this is not my last time. De azonban is biztos vagyok, hogy ez utolsó. I love the foundations. Maybe turn me back up a little bit so you can. A picit föl a hangerőt. Picit több. Több van egy. Thank you. I'm so thankful to be working with the Never Give Up Foundation. Nagyon örülök, hogy a Nem Adom Fel Alapítványnal együtt dolgozhatom. Today is the day. Ez az a nap szervezőiről. This is the day. Sorry, this is the day. This is the day. And love is the answer. És a szeretet a válasz ez is lett. I want to thank them. Can we thank them for bringing me here? All the people up here singing, they've inspired me. Azokat az embereket, akik fönn énekeltek, annyira inspirálóak voltak rá. And we're going to hear a couple more songs later on. És később még fogunk tudni hallani néhány éneket. Can I ask here, who has heard me on YouTube? Hogy kérdezik, hogy hányan láttak engem YouTube-on? Am I tall like in person? Magasabb vagyok. Szeretem az életemet. And my life just keeps on getting better and better. És az életem egyre jobb és jobb lesz. I know I have no arms and no legs. Noha nincsenek kezeim és lábaim. But what I've come to know is that I don't need arms and legs. De amire rájöttem, hogy nincs rá szükségem. More than arms and legs, I need peace. Sokkal inkább szükségem van békére, semmit kezekre és lábamra. Purpose. Célra, strength, előre, and joy, és örömre. I didn't think I could have those things without arms and legs when I was a child. És gyerekként azt gondoltam, hogy lehetetlen, hogy ezek a dolgok az enyém legyenek kezek és lábak nélkül. And I have to tell you the greatest news of all that's recent. És azt el kell, hogy mondjam, a legnagyobb örök számomra, a legnagyobb történt, hanem. My wife and I got married last year in February. Three, power.
forgatókönyvet. If I was on the table, hogyha rajta vagyok az asztalon, and no one was here, és senki nem lenne itt, and a fire was coming through, és jönne egy tűz, am I gonna jump off the table? Le fogok ugrani? Yes. Bizony. Same fear, ugyanaz a félelem, same pain, ugyanaz a fájdalom, but now I understand why. De most értem, hogy miért kell vállalnom ezt a fájdalmat és ezt a szenvedést. Purpose. A cél. When you feel like you don't have anything to live for, akkor úgy érzed, hogy nincs semmi, amiért élhetni. And maybe you're disabled by fear of the future, vagy például teljesen megvédik a jövőtől való félelem. You're scared about what people think of you, vagy félsz attól, hogy mit gondolnak az emberek róla. You feel like you don't want to disappoint anyone, vagy attól félsz, hogy nem akarsz csalódást okozni senkiben. People disappointed you, vagy emberek okoztak csalódást neked. And then you're trapped by the regrets of the past, vagy pedig fogjuk egy a múltnak a hibái is, és az a bűnbánat, ami a múltban fog téged. Fear will disable you more than arms and legs or the limbless man is limited. Tehát a félelem az jobban fogjuk tart, mint az, hogyha valaki végtagok nélkül él. Jobban fogolja az ember, mint egy végtagok nélkül ember. Now not to say that I'm bulletproof. Nem azt mondom, hogy én golyóálló lennék. We all go through ups and downs. Mindjárt átmegyünk ilyen hullámvölgyeken. Ups and downs, ups and downs. Bent, lent. And people come up to me. És oda jönnek hozzám emberek. And say, how come you smile? Hát tudsz te mosolyogni? Is that a real smile? Ez egy valódi mosoly? Yeah. És mondom, hogy igen, igen. Look. Nézd. It's a real smile. Valódi. Do I still cry sometimes? Most is sírok időnként? Yeah. Igen. We all go through life. Mindennyit átmegyünk az életen. Some kids come up to me. Néha odajönnek hozzám gyereket. And they don't know how to handle me. És nem tudják, hogy hogyan közelítsenek hozzá. They're looking at me. Rám néznek. And they keep on asking, what happened? What happened? És kérdezik, mi történt? Mi történt? So when I was 6 years old, amikor 6 éves voltam, I came up with a good answer. Egy nagyon jó választ találtam. So a kid came up to me and said, what's wrong? What happened? És odajönnek, mi történt vele? I say, cigarettes. Hát figyelj, bóztam. You see, we all have a choice. Látjátok, mindannyiunknak van egy választási lehetőség. It's not about what we have, it's what we do with what we have. Nem az a kérdés, hogy mit van, hanem mit teszünk azon, amit van. Hatred comes in our heart. Például a gyűlölet beleköltözik a szívünkbe. Maybe jealousy. Vagy az irigység. You look at other people. Vagy másokra nézünk. I wish I had what they had. Bárcsak az lenne, az birtokolnám, ami nekik van. I wish I looked like them. Bárcsak úgy néznék ki, mint ők. I looked at my body. Ránéztem a testemre. And I knew I had no arms and no legs. És nyilvánvalóan tudtam, hogy se kezem, se lábam. But I didn't think it was such a big deal until I went to school. És egészen addig, hogy nem kerültem iskolába, nem gondoltam, hogy ez egy olyan nagyon nagy dolog lenne. Then I looked at my teachers. Aztán ránéztem a tanárra. And I'm thinking, they're not here for fun. És azt láttam, hogy hát ezek nem szórakozásban vannak itt. That's their job. Ez a munka. They're a teacher. Ők tanárok. Mom and dad. Apák és anyák. They have a job. Nekik is van egy munkájuk. All the adults have a job. Minden felnőttek van egy munkájuk. I'm not gonna get a job. I'm not gonna get a job. És én nem fogok munkát szerezni. You see, even the biggest trees on this earth start with small seeds. És tudjátok, még a leghatalmasabb fák is pici magukból nőnek ki. If you let a little seed of negativity stay in your heart, ha engedett, hogy egy pici negatív dolog a szívedben ott maradjon, or a lie, vagy egy hazugság, it'll grow. Ez növekedik. This is my Bible. Ez itt a Biblia. And if I start from over here, hogyha onnan indulok, and I want to go towards it, és el akarok jutni a Bibliához, I must take one step at a time, one step at a time. Mindig egy-egy lépést kell tennem. In
encouragement brings me closer. A bíztatás és a bátorítás közelebb hoz ehhez. But discouragement and lies take me away. De az elkeserítés és a hazugságok távolabb visznek a Bibliától. Ah, Nick, you're not good enough. Nem vagy elég jó. Nick, you're ugly. Nick, te csúnya vagy. You're weird. Furi vagy. You're a nobody. Egyszerűen senki. You're not gonna get a job. Nem fogsz te munkát. No one understands your pain. Senki nem érti meg, hogy a fájdalmat. Just give up. Add fel. You're not gonna get married. Soha nem fogsz megnősülni. Even if you got married, you can't even hold your wife's hand. Még ha megnősülsz is, nem tudod a feleséged kezét fogni. Even if you had kids, you can't even hold your kids when they're crying. És hogyha lenne is gyereked, nem tudod a porodba venni, amikor sír. Just give up. Add fel. Just give up. Csak add fel. Just give up. Csak add fel. I'm joking. Csak viccelek. How do you say I'm joking? Viccelek. Viccelek. Biztos, hogy nincs remény a számomra. I thought if I only had arms and legs, then I would have hope. Azt gondoltam, hogyha legalább kezeim, lábaim lennének, akkor legalább lenne valami remény a számomra. At age 10, I tried to commit suicide. 10 évesen megpróbáltam öngyilkos lenni. In 15 centimeters of water in my bathtub. A fürdőkádamban egy 15 centiméteres vízbe próbáltam belefolytani magam. I tried to drown myself. Megpróbáltam belefolytani magam. The first two times I rolled over. Az első két adat. Kipróbáltam, hogy mennyi levegőt vagyok képes tüdőmben tartani. Before I let it out and then let the water come in. Mielőtt kiengedném ezt a levegőt és engedném, hogy a víz beálljon a tüdőmben. Can I see the Bible right now? Látom most a Bibliát? No. Ne. Did it move? Elmozdult a Biblia? No. Ne. Was there always hope? Volt mindig remény? There is always hope. Mindig van remény. But as long as I focus on the lies, de amíg I can't see the truth. Nem vagyok képes látni az igazságot. The third time I rolled over, amikor harmadszor is átfordultam a kádban, I was stopped by one thought. Egyetlen gondolat állított meg. And the thought in my mind was seeing my mom and my dad and my brother crying at my grave. A gondolataimban láttam édesanyámat és édesapámat és a testvéremet, ahogy ott sírnak a sírom fölött. I love my family. Szeretem a család. Úgy döntöttem, hogy maradtam. I turned around. Megfordultam. When the lies were behind me. Amikor a hazugság mögé kerültek. Then one day at a time. Napról napra. One step at a time. Lépésről lépésről. Very small steps. Nagyon pici lépésekkel. I got closer and closer. Közelebb és közelebb kerültem. Having more and more faith. Ahhoz, egyre több és egyre több hitel legyen. Does that sound silly that a man without arms and legs can be the hands and feet of love? Nem? Kicsit furinak hangzik az, hogy egy ember, akinek nincs keze és lába, az eszköz lehet, kéz és láb lehet ahhoz, hogy a szeretetet közvetítse. Doctors never knew that I was gonna walk. A doktor, az orvosok soha nem gondoltak, hogy én valahogy is képes leszek járni. I don't just walk. Én csak jár. I surf. Surfers. I scuba dive. Buvágodom. And I skydive. És engedélyezem. I've traveled 45 countries. 45 országba jártam. Met 8 presidents. 8 elnököt találkoztam. I met yours yesterday. A ti elnökötökkel, Adel elnökről is találkoztam. I've spoken all around in different continents. Különböző kontinenseken, földrészeken beszéltem. As a child? Gyerekként. And I want you to see. És azt akarom, hogy lásd. Don't give up.
You don't know what comes from the broken pieces. What can you do with your broken pieces? The secret of my victory is knowing that I couldn't take away my own fear. I couldn't heal my own heart. I couldn't do it on my own. When you give God your broken pieces, He can do something beautiful in your life. I'm telling you right now, most of you don't know. I couldn't think that I would ever be happy. But I am. How about you? We are as a man. You need to know the truth of three things.
Három igazságot kell tudni. The truth of your value. Az igazságot a te értékedről. The truth of your purpose. Az igazságot a te célodról. And the truth of your destiny. És az igazságot a te végzetedről. My mom and dad. Az apukám és az anyukám. They said, you're beautiful, Nick. Azt mondták, hogy te gyönyörű vagy, Nick. You're special. Különleges. Stood. And Jesus did his will. És
is. Jézus végrehajtotta az akaratát. And the blind man couldn't see. És a vokember látott. And I said, God, azt mondtam, Isten, you didn't tell the blind man your plan. Nem mondtad el a tervedet a vokember. But if you have a plan for a blind man, de hogyha volt egy terved egy vokembernek, you have a plan for me. Akkor számomra is van egy terved. Lord, Uram, give me arms and legs. Azt mondtam, adj nekem kezeket és lábakat. And I will praise you. És én magasztalni foglak téged. And serve you. És szolgálni all of my days. Minden napomban. And God, és Isten, if you don't give me arms and legs, ha nem adsz nekem kezeket és lábakat, I will praise you. Akkor is dicsérni foglak. And serve you. És szolgálni foglak. Minden napomban. Because I'm gonna ask you right now. Mert most azt kérem tőled, to forgive me of my sins. Hogy bocsáss meg a bűneimet. Change me. Változtass át engem. I don't want to sin anymore. Nem akarok vétkezni. I don't want my plan. Nem az én terveimet akarok. I want your plan. Azt akarom, hogy a te terveid valósuljanak meg. I don't want my strength. Nem akarom, hogy az én erőm. Megbocsátotta a bűneimet. And as I believe that Jesus died for my sins, és ahogy hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimet, then when I take my last breath on earth, és ahogy az utolsó lélegzetemet veszem itt a földön, I will wake up in heaven. Föl fogok ébredni a mennyben. With new body. Új test. That will never deteriorate. Amely soha nem fog lebomlani vagy elromlani. There will be no more funerals. There will be no more funerals. Death. Nem lesz több temetés. There will be no war. Nem lesz háború. No evil. Gonosz. No sickness. Betegs. No disease. Nem lesznek betegs. No wheelchairs. Nem lesznek tolószékek. Nothing but perfection. Semmi csak tökéletes. God didn't give me this pain. Az Isten nem az Istentől kaptam ezt a fájdalmat. The Bible says, a Biblia azt mondja, it came from Satan. Hogy ez a fájdalom az ördögtől. So we have broken pieces. Ezért van összetörve az életünk. What can you do with your broken pieces? Mit tudsz te tenni az összetört életeddel és az összetört életed darabjaival? I couldn't do anything with mine. Én nem tudtam semmit tenni az enyémmel. But look what God did. De nézzétek meg, hogy az Isten mit tett. At 19, 19 évesen, I started speaking. Elkezdtem előadásokat tartani. And 7 years ago, és 7 évvel ezelőtt, I couldn't believe what happened. Nem tudtam elhinni, hogy mi történt vele. I was in front of a crowd. Egy előadást tartottam. And I saw a boy. És láttam egy fiút. With no arms. Akinek se keze, and no legs. Se lába nem. And I looked at him. És ránéztem. I was like, wow. Azt mondtam, wow. Hihetetlen. We're gonna wrestle later on. Azt mondtam, ezzel a fiúval birkózni fogok. The father brought him up on stage. Az édesapja ezt a fiút fölhozta a pódiumra. He was so cute. Annyira édes volt. And he was put on the stage. Jó, ide lettek a pódiumra. And he had a little left foot like me. És olyan kis lábacskája volt, mint nekem. He looked up at me. Fölnézett rám. I looked down at him. Én fölnéztem rá. And I can't give him a high five. Nem tudtam neki egy pacsit adni. So I gave him a low two. Ezért egy kicsit pacsit adtam neki. And everyone in the crowd was crying. És mindenki a tömegben sírt. Why? Miért? It was a miracle. Mert ez egy csoda volt. You see, when I was a kid, tudjátok, amikor én gyerek voltam, I used to wish that I had met someone else like me. Annyira vágytam arra, hogy találkozzak valakivel, aki olyan, mint én. I never did. És soha nem találkoztam. It would have helped me. Nagyon sokat segített volna nekem. If a man, hogyha lett volna egy férfi, without arms and legs,
és hogy ez jó, to not tease me, hogy ne bántsanak, és ne piszkáljanak. I never got that miracle. De ez soha nem történt meg. But I went to this boy's school. De én elmentem ennek a fiúnak az iskolája. And I told them how cool Daniel was. És elmondtam neki, hogy mennyire menő ez a fiú, aki Dániel. And now he doesn't get teased at school. És most már nem bántják az iskolában. When you don't get a miracle, hogyha nincs egy csoda, you can still be a miracle for someone else. Akkor te magad lehetsz a csoda valaki számára. Reporters on TV, they ask me. A TV megkérdezett engem. Nick, if you had a choice. Azt mondták az interjúban, hogyha Nick, ha lenne egy választás lehetősége. Arms and legs. Kezek és láb. Or no arms and legs. Vagy ne legyen kezed láb. What would you choose? Mit választod? And I said, no arms and no legs. Azt mondtam, hogy ne legyen kezed és ne legyen láb. They say, really? Szóval, so, tényleg? They say, yes. Tudom, ah, igen. They say, why? Miért? I said, if I was born this way. Azt mondtam, hogyha így születtem. Just to encourage that little boy. Csak azért így születtem, hogy ezt a kicsi fiút biztosan. And he then believes in Jesus. És ezért elkezd hinni Jézusban. And he goes to heaven. És ezért a mennyországba kerül. That moment. Az a pillanat. Of him running to me. Ahogy felém fog futni. In heaven. A mennyországba. With his new legs. Az új lábaival. And his new open arms. És az új kitárt karjaival. Meg fogja nekem köszönni. For being his older brother on earth. Hogy én voltam az ő idősebb bátyja itt a Földön. There is nothing better. Nincs jobb. Than to see people come to heaven. Mint az, hogy látjuk, ahogy emberek a mennybe jönnek. That's why I'm here. Ezért vagyok itt. That's why I left my wife. Látni fognak a mennyországban.
What is there to be afraid of? Akkor mitől fél? What people think of me? Attól, hogy az emberek mit gondolnak róla. The Bible says. Azt mondja a Biblia. I'm a child of God. Hogy én az Isten gyermeke vagyok. He loves me. Ő szeret. He can't stop thinking about me. Ő nem tudja abba hagyni, hogy rám gondoljon. He's my friend. Ő az én barátom. I talk to him. Én beszélek hozzá. And I know. És tudom. God says. Azt mondja a Biblia. I have a hope plan in the future. Hogy van egy reményteljes jövő a számomra. Look at my little foot. Nézzétek a kis lábaskát. You wanna know why I love my little foot? Tudjátok, hogy én szeretem a kis lábaskát? Because I can turn the pages of my Bible. Mert tudom vele a Bibliámat lapozni. How cool is that? Milyen menő ez, nem? I'm living in 2013. 2013-ban élek itt. I have an iPhone. És van iPhone. I can type. És tudom gépelni. God knows exactly what he's doing. Az Isten pontosan tudja, hogy mit csinál. He knows what he's doing. Az Isten tudja, mit csinál. Don't blame God for your pain. Ne az Isten vádold, te fájdalmadért. But when he gives you your pain. Hanem ad neki a fájdalmadat. He can do something beautiful in your life. Mert valami gyönyörű tud alkotni a te életedben. You see my shoes? Látjátok a cipőmet? These are my shoes. Ezek a cipőim. I think they're pretty cool. Azt hiszem, hogy nagyon szépen. I bought these. Ezeket vásároltam. 4 years ago. 4 évvel ezelőtt. I felt a little weird. Hát egy kicsit furán éreztem, amikor bementem a cipőboltba. Never bought myself a pair of shoes. Hogy, mert eddig soha nem vettem magamnak egy pár cipőt. Do I pray for arms and legs? Imádkozom kezekért és lábakért? Not really. Nem igazán. He knows. Ő tudja. God's not someone up there and saying, okay, once you pray 2,222 times, then I'll give you arms and legs. Az Isten nem úgy van, hogy no, most már 222,000-szer imádkoztál kezekért és lábakért, na akkor most már megadom. He's not a person to say, well, once you become a good Christian, then I'll give you arms and legs. Az Isten nem egy olyan személy, aki azt mondja, most már jó keresztény vagy, akkor most már adom neked kezeket, lábakat. He's not a person to say, well, when you have more faith, then I'll give you arms and legs. Nem egy olyan személy, aki azt mondja, no, majd, hogyha több hitet lesz, akkor majd adok neked ezt vagy azt, kezet, lábakat. No. Nem. I fail God every day. Minden nap elbukok az Istenemmel kapcsolatban. Nem vagyok tökéletes. But day by day, de napról napra, I pray. Imádkozom. And I learn. És tanul. And I read. Olvasom. And I ask God to help me. És kérem az Istent, hogy segítsen nekem. Do I fall down? Elbukom néha. Yes, I do. Igen. So what do you do when you fall down? Mit teszel, amikor elmész, amikor leesel? You get back up. Focus. Okay. Ha. Hogyan? I want you to know something. Szeretném, hogy tudnám valamit. Victory is not when you stand back up. Nem az a győzelem, hogy fölállsz. Victory is when you humble yourself. Hanem az, amikor megalázod magad. And you admit to God that you cannot do it on your own. És elismered az Istennek, hogy te nem tudsz magadtól fölállni. And you turn away from your sin. És elfordulsz a bűneidtől. And you honor God. És tiszteled az Istent. Living your life according to the word. Hogy az ő igéjét szerint éled az életedet. Will you fail? El fogsz bukni? Yes, no one's perfect. Persze, senki nem tökéletes. But day by day, napról napra, God will give you strength. Az Isten erőt fog adni. To keep on trying. Hogy próbálkozz újra és újra. To mold you and shape you. Hogy formáljon téged és alakítson. I can do all things through Christ who strengthens me. Azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztuson keresztül, aki megerősít engem.
just as I thought I wanted arms and legs, ahogy arra gondoltam, hogy és akartam kezeket, lábakat, it would make me happy, right? Azt gondoltam, hogy ettől majd boldog leszek. Do you have arms and legs? Neked vannak kezeid, lábaid? Are you always happy? Mindig boldog vagy? No. Ne. So what am I looking for? Tehát mi az igazából, amit keresek? Happiness. A boldogság. And I'm here to tell you. És azért vagyok itt, hogy elmondjam neked. Didn't give me arms and legs for, in that way to give me happiness. All he did was change my life. Isten nem kezeket és lábakat adott, hogy ezen keresztül boldoggá tegyem, hanem megváltoztatta az életemet, és ettől lettem boldog. You don't need more. Nem többre van szükségem. You don't need to be better. Nem kell, hogy jobb legyen. You just have to have faith. Egyszerűen hitre van szükségem. Have faith. Hitre van szükségem. God hasn't forgotten you. Isten nem feledkezett meg rólad. Or your family. Vagy a családodról. Or your country. Vagy az országodról. God is here. Az Isten itt van. And I'm here today to tell you. És azért vagyok itt, hogy ma, hogy elmondjam neked. That he loves you very, very much. Szeret téged nagyon. Maybe you don't believe me. Talán nem hiszel nekem. Oh, no. God doesn't love me. Azt mondod, hogy még az Isten nem szeret nekem. You don't know what I do. Nem tudod, hogy én mit csinálom. You don't know what I did. Nem tudod, hogy én mit tettem. That God doesn't love me. Az Isten nem szeret nekem. It's the final story about love. Hadd meséljek egy történetet a szeretet. I was in India. Indiában jártam. That same year that the hotel went up in flames. Ugyanabban az évben, amikor ezt a hotelt felrobbantották. And I was in the city. És a városban jártam. My friend has a ministry and he sets sex slaves free. És az egyik barátomnak egy olyan missziója működik ott, amely szex rabszolgákat szabadít. These girls are kidnapped at age 10. Ezeket a lányokat elrabolják 10 éves korukban. Sometimes sold by their parents. Néha a saját szüleik adják el őket. I got to speak to some girls. És lehetőségem volt néhány ilyen lányon beszélni. It was very hard. Nagyon nehéz. But God touched their hearts. De az Isten megérintette a szívüket. And they saw. És ők látták. That God still has a plan for them. Hogy az Istennek még számukra is van egy terve. That they don't have to stay there. Hogy nincs meg ugyanaz a dolog. But they can leave. De hátra hagyhatják, maguk mögött hagyhatják ezt a. And live a new life. Amik történtek, és egy új életet kezdhetnek. After I spoke, miután beszéltem, a woman came up to me, crying. She said, Nick, I'm dying of AIDS. AIDS man, I have a child. Not again. And I don't know who's going to look after that child after I'm gone. És nem tudom, ki fog róla gondoskodni, miután én meghaltam. But God will. De az Isten fog. I'm leaving this place. Én elmegyem ezt a helyet. And I'm gonna come back. És vissza fogok térni. To rescue one other girl. Hogy legalább egy lányt kimentsek innen. That's my mission. Ez az én küldetésem. And she looked at me. És ránézett. And she smiled. És elmosolyodott. Couldn't believe it. Nem hittem el. After that. Ezután I went to the brothel houses. Elmentünk ilyen bordélyházakba. If you don't believe this next story, ha nem hiszed el ezt a történetet, you shouldn't believe anything I said. Semmit nem kell, hogy akkor semmit ne higgyen el abból, amit mondtam. Each brothel house is about 7 meters long and 5 meters wide. Mindegyik ilyen bordély 7 méter hosszú
és 5 méter széles. 6 girls in each house. És mindegyik ilyen házban 6 lány él. In the fourth house, a negyedik házban, there was an old woman. Volt egy öreg nő. I mean, really old. Úgy értem, hogy öreg. Like, öreg. 144 years old. She looked 144. Úgy nézett ki, mint egy 144 éves öreg asszony. And I got my friend. És ott volt a barátom. To pick me up. És azt kértem, hogy emeljen fel. And put me down next to her. És tegyen le mellé. And I looked her right in the eye. És belenéztem a szemébe. And she was very weak. És nagyon gyenge volt a szemébe. Very weak. Nagyon gyenge. And her face was like this. És így nézett ki az arca. Like this. And through a translator. És a tolmácsok keresztül. I started talking to her about Jesus. Elkezdtem beszélni hozzá Jézusról. And she's listening. Figyelt. And then a woman walks in the door. És elközben egy nő. She says, what's going on? Mi zajlik itt? Who are you? Ki vagy te? What are you doing here? Mit csinálsz? And I said, I'm speaking to her about Jesus. És azt mondtam, hogy Jézusról beszélek. She said, no, stop right now. Nem, hagyd abba. I don't want to hear about your God. Én nem akarok te Istenedre dolog. Show me your God. Mutasd meg az Istenet. Make my sister walk. Érd el, hogy a nővérem járja. I said, sorry. Azt mondtam, hogy elnézést. She said, that's my sister. Azt mondtam, ott van ez a nővérem. She hasn't walked for 4 years. Ott a földön, 4 éve nem jár. If your God is real. Hogyha a te Isten valódi. Make her walk. Akkor érd el, hogy járjon. I saw up on the wall. Láttam a falon. All the Indian gods. Az összes, rengeteg indiai isten. And I said, God. Azt mondtam, hogy Isten. I'm gonna pray. Imádkozunk volna. So we prayed. Imádkozunk. And we prayed. És imádkozunk. For about 2 minutes. 2 percen keresztül. And I said, get up and walk. Azt mondtam a nőnek, hogy kelj fel és járj. My friends lifted her to her feet. A barátaim fölemelték őt és a lábaira állították. She was in so much pain. Olyan nagy fájdalmai volt. She hasn't used her legs in 4 years. Mert 4 évig nem használt a lábait. And I saw the pain in her face. És láttam az arcára kívülő fájdalmat. And I'm thinking, what am I doing? És azt mondtam, hú, miért csinálok itt? This is crazy. Ez őrület. I don't know. Nem tudom, hogy az Isten egyáltalán meg fogja gyógyítani, persze imádkozom. She couldn't walk. Nem tudom, járni. She sort of hobbled. Egyszerűen egy ugrált. She went from one end of the room to the other. Oda csoszogott az egyik, a szoba egyik végéből a másik végéből. And then back. És aztán vissza. Sat in a chair. Just a little bit sick. And I looked at her sister. Ráéztem a nővérére. She was still angry. És ő még mindig dühös volt. She knew that was the miracle. Tudta, hogy ez nem csoda. So I said, no God, we're gonna pray more. Azt mondtam, nem, Istenem, még imádkozzunk róla. We pray for 30 more seconds. Még 30 másodpercig imádkozzunk. And her face. És az arca. Went from this. Ebből. To this. Ide ment. She said, I'm ready. Kész vagyok, azt mondtam. I said, what? Azt mondtam, tessék. She said, I'm ready. Kész vagyok. No, you're not. Azt mondtam, hogy nem, te nem vagy kész. You need to pray more. Még többet kell imádkozni. There was my faith. Ez volt az én hitem. She said, okay, get up and walk in Jesus' name. Azt mondtam, hogy akkor kell fel és jár Jézus nevében. She got up by herself. És önmaga fölállt. And she sat down. És elkezdett járni. And she's like, who? Oh. She's like, oh. And I'm like, oh. And my friends are like, oh. This is amazing. I see her that. She starts jumping up and down. And I said, don't get out of here. I'm like, I can't believe this. Thank you, God. Who's the sister? Her sister. The Olivia. Went to the wall of God. What's the form of the sister? Thank you. Köszönetek mondani mindegyiknek. Köszönöm.
said, haven't you been praying to your gods for 4 years? Nem négyében keresztül ezekhez az istenekhez imádkoztam? She said, yeah. Igen, mondtam. Said, that wasn't your God. Ez nem a te Isten volt. When your gods died, when your gods died, amikor a te Istenek meghalnak, they stayed dead. Ők halottak maradnak. When Jesus died, amikor Jézus meghalt, he didn't stay dead. Ő nem maradt halott. He is alive. Ő él. And this is Jesus. Ez Jézus. That was amazing. Ez hihetetlen. But that was the amazing part. De nem, ez volt az igazán hihetetlen és csodálatos része a történetben. We went back to the hotel. Visszamentünk a hotelbe. And my friend sat me down. És a barátaim leültettek. And he said, és azt mondja nekem, you have no idea. Azt mondta, hogy fogalmat sincs. He said, what? Mondtam, hogy miről? Miről? He said, that woman that started walking tonight? Ez a nő, aki elkezdett ma járni. You don't know who she was. Nem tudod, hogy kicsoda. I didn't want to tell you. Nem akartok elmondani neked. I said, who is she? Mondtam, hogy miért ki az a nő? He said, that woman. Ez a nő. Was the woman who started 150 brothel houses 45 years ago. Ez az öregasszony az, aki 45 évvel ezelőtt 150 bordélyházat indította. She is the one responsible. Ő a felelős. For all the lives that's been destroyed. Azokért az életekért, amelyek tönkre mentek. She's the madame of the madame of the madame. Ő a madamok a madamjának a madamja. Can you imagine? El tudjátok ezt képzelni? She caused so much evil. Olyan sok gonoszságot követett el. Yet God. Mégis Isten. Showed himself. Megmutatta önmagát. To her. Neki. In Jeremiah. Jeremiás könyvében. 29. részben. Verse 11. A 11. versben. Says that God has a hope, plan and a future for your life. Azt mondja, hogy az Isten reményteljes jövőt tervez számodra. When you search for him with all your heart. Amikor keresed őt a teljes szíveddel. You will find him. Megtalálod. So ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Stop looking left. Adjátok abba azt, hogy jobbra néztek. Stop looking right. Hogy jobbra néztek. Back. Hogy hátra néztek. Ahead. És hogy előre néztek. And just look up. Nézzetek be. He loves you. Szeret. Ő szeret. Szeretnék imádkozni érted. Is that okay? Ez elfogadjátok? Let's pray. Imádkozzunk. Dear God, with humble hearts we acknowledge you as the King of Kings and Lord of Lords. Drága Istenünk, alázatos szívvel elismerünk téged, mint Uratnak Urát és Királyoknak a Királyát. Thank you for your presence here. Köszönjük a jelenlétedet itt. Thank you for your love. Köszönjük a szeretetet. For your kindness. Köszönjük a kedvességet. Lord Jesus, I pray for miracles in this place. Uram, úgy Jézus, imádkozom, hogy csodák történjenek itt. We pray against every power and principality of darkness. Sötétség minden ereje és hatalmassága ellen imádkozom. Be gone in Jesus' name. Jézus Krisztus nevében. Lord, comfort those who are weeping. Urunk, vigasztal azokat, akik sírnak. Give strength to the weak. Adj erőt a gyengéknek.
give us faith. Hogy hitet. Lord, I do pray for miracles in this place. Uram, imádkozom csodákért itt. For arms and legs. Kezeket, lábakat. For the blind to see. Azért, hogy a vakok szemei megnyíljanak. Sickness and disease be gone. Hogy betegségek elmúljanak. Every physical miracle be healed right now. Be done. Kérjük, hogy gyógyítsd meg fizikai betegséget. But Lord, de Uram, more than healing our bodies, sokkal inkább azon túl, hogy a testünket meggyógyítod, forgive us of our sins, leginkább azt kérjük, hogy bocsásd meg a bűneinket, and give us faith to believe, és adjunk hitet, hogy higgyünk benne, that Jesus died for our sins, hogy elfogadjuk, és megértsük, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, as he rose again, és ahogy föltámadt, so shall we rise again, mi is föltámadunk fel. Thank you, God. Köszönjük Istennek, that this is not it. Hogy ez nem az egész történet. And heaven is real. És hogy amit itt éppen átélünk, és a mennyország valóság. And you're real. És te valódi vagy. And you're here right now. És most itt vagy. Holy Spirit, Szentlélek, fill us. Töltsd be velünk. With peace. Békesség. With strength. Erővel. One day at a time. Napról. Speak to us. Szólj hozzánk. And teach us how to pray. Taníts imádkozni. Teach us through your word. Taníts az igéden keresztül. And help us to know. És segíts, hogy tudjuk. That you will never ever leave us. Hogy te soha, soha nem hagysz el bennünket. Thank you, God. Köszönöm, Isten. In Jesus' name we pray. Jézus nevében imádkoztam. Amen. 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 God is good. Az Isten jó. And he loves you. És ő szeret téged. When I gave my life to Jesus at 15, amikor 15 évesen adtam az életemet Jézus Krisztusnak, I don't need to sin. I don't need stuff. Nem kellett, hogy cuccaim legyenek. I just need him. Rájöttem, hogy csak rám a szükség. Do I still sin? Még most is? But I kezem. Yes, but I repent of my sin every day to him. De igen, most is vétkezem, de minden nap megbánom, és megtérek hozzá. No one is perfect. Senki nem tökéletes. But it's about you making that decision. De te hozod meg ezt a döntést. To grow in your faith. Hogy növekszel a hitedben. To trust him. Hogy bízol benne. To want to please him. Hogy afelé jársz, abba az irányba haladsz, hogy az ő tetszésére legyen. And live for him. És hogy az ő dicsőségére. Yes. Before I bring the band back up on stage. Mielőtt a zenekar feljön. I want to tell you something. Szeretnék nektek valamit mondani. There is a ministry called Alpha Course. Van egy olyan szolgálat, úgy hívnak, hogy Alpha Kurzus. They have a table up the back. Fönt, hátul van egy kis asztal. Maybe you don't go to church. Lehet, talán nem jársz gyülekezetbe. Or maybe you go to church, but you don't know what it means to have a relationship with Jesus. Hogy talán jársz templomba gyülekezetbe, de nem tudod, hogy mit jelent személyes kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. The Alpha Course is all across Hungary and it's a Bible study to help you understand more about the Word of God. Alpha Course az egy egész országban létező hálózat, amiben a Bibliát tanulmányozzák közösen, hogy közön együtt megértsék, hogy mi az Isten akarat. This is not just a historical. Ez nem csak egy történelmi könyv. It's alive. Ez él. God's breath is on this book. Ez Isten írta ezt a könyvet. And no matter what you're going through. Mindegy, hogy mit mész át. Help is here. Help is in here. A segítség itt van bent. And in prayer. Imádságra van szükség. We want to help you. Segíteni akarok neked. We want to help you to be all that you can be. Szeretnénk abban segíteni, hogy hozzá váljál, aki igazából lehetsz. So check out that table on the way out. Tehát ahogy mentek kifelé, keressétek meg az Alpha Kurzusnak az asztalát. My books are here as well, if you want to know more about my story. Ha szeretnétek többet hallani a történetekről, a könyvén megvásárolhatok. Guess what? I have to tell you. The president of my publisher is here. Itt van a kiadó.
And we met on a boat in Hawaii. És a kiadó igazgatójával, aki kiadta könyvet, Hawaii-n találkoztunk egy hajón. Like chance of coincidence? Azt gondolod, hogy véletlen volt? No. We saw each other. Láttuk egymást. We said hi to each other. Köszöntünk egymást. Between two islands in Hawaii. Két sziget között Hawaii szigetvilágában. Then we saw each other in an elevator in Hawaii. Aztán láttuk egymást egy liftben is. And I thought, that's weird. Azt mondtam, hogy szkuli. What are the chances of that? Mi az esély a erre? Then, 2 weeks later, aztán két héten később, I was on a plane. Egy repülőműten. From Los Angeles. Los Angelesből. To Florida. Floridában. Too many of you. Túl sokan vagytok. If I hugged you